1848. március 23-án 5. Ferdinánd magyar király és első Ferdinánd osztrák császár Horváth Bánná, illetve zágrábi főhadparancsnokká nevezte ki Josip Jelosics ezredest, a császári királyi első báni határőrezrednek a parancsnokát. Jelosicsnak a neve jól ismert a magyar közvélemény előtt, leginkább az 1848. szeptemberi, októberi hadi események kapcsán, de hogyan került ő ebbe a pozícióba, és mi okozta azt, hogy egy ilyen fegyveres konfliktusnak a kellős közepébe került a későbbiekben. A magyar miniszterelnöknek, Batthyány Lajosnak a március 17-i kinevezése meglehetősen rosszul érintette az Habsburg birodalom hagyományos uralkodó erőit, és az új osztrák miniszterelnök, Franz Kolovrat Lipsteinsky gróf már március 20-án egy felségelőterjesztést jutatott el az uralkodóhoz, első vagy ötödik Ferdinándhoz, amelyben javasolta, hogy annak érdekében, hogy Horvátországban ne kerüljön sor olyan turbulens jelenetekre, mint akár Ausztriában, akár Magyarországon, illetve hogy a Horvátországtól délre lévő katonai határőrvidéknek a fegyveres erejét biztosítani lehessen továbbra is az osztrák császárság számára, amire meglehetősen nagy szüksége volt, ezért szükséges az immáron évek óta betöltetlenül álló Horváth báni tisztségnek a betöltése, illetve nagyon fontos, hogy a bán, aki a polgári közigazgatásnak lesz ezáltal a vezetője, katonai hatalmat is kapjon, azaz a Horvátországban, illetve a Horvátországhoz tartozó határőrvidéken állomásozó császári királyi katonaság feletti rendelkezési jogát is megkapja. Az uralkodóhoz intézett ilyen jellegű előterjesztések nem szoktak nagyon hamar keresztül menni a bürokrácián. Itt azonban már március 21-én megszületett a határozat azzal kapcsolatban, hogy megkérdezik az előterjesztésről a magyar királyi kancelláriát, illetve utána, amint csak lehet, fölterjesztik az előterjesztést magához, az uralkodóhoz. Ez március 22-én meg is történt. Kolovrátnak egyébként nem csupán a belpolitikai stabilitás megteremtése volt a célja. Magában a felség előterjesztésben egyértelműen leírta, hogy attól lehet tartani, hogyha itt megalakul a magyar kormány, és a magyar kormány kellő engedményeket tesz a horvátoknak, akkor nem csak a magyar, hanem a horvát közvélemény támogatásával is rendelkezni fog, illetve amíg megszerzik ehhez a katonai határőrvidéket, és sor kerül Magyarország és Erdély uniójára, akkor a szétszabdalt osztrák tartományokkal szemben egy olyan kompakt Magyarország fog szembeállni, amely akár az elszakadásig, a teljes függetlenségig is kiterjesztheti a maga igényeit. Természetesen a magyar kancellária tisztviselőivel tartott értekezleten ezeket az érveket nem ismertették, csupán a belpolitikai stabilitásról volt szó. Így aztán az értekezlet ezt el is fogadta, majd pedig március 23-án, miután megkérdezték István főherceget, Magyarország nádorát és királyi helytartóját is, az uralkodó elé ment maga az előterjesztés, és Ferdinánd ezt alá is írta. A dolog alkotmányos szempontból némileg vitatható volt, hiszen azzal, hogy március 17-én kinevezték Batthyány Lajost magyar miniszterelnöknek, a továbbiakban minden ilyen jellegű kérdésben ki kellett volna kérni az ő véleményét, sőt, az alkotmányosság szabályai szerint a magyar miniszterelnöknek kellett volna ellenjegyeznie ezt a döntést. Erről értesültek is egyébként a Pozsonyban lévő magyar kormányférfiak, és amikor Batthyány éppen ezekben a napokban fölérkezik Bécsbe, akkor maga is elégedetlen volt emiatt. De miután az áprilisi törvények között voltak olyanok, amelyeknek a keresztülvitele sokkal fontosabb volt, a jobbágy felszabadítás, vagy akár magának a magyar minisztériumnak a jogköre, ezért eltekintettek ettől a sérelemtől, és úgy gondolták, hogy majd utólag fogják ezt valamilyen módon rendezni. Jelosicsot egyben előléptették vezérőrnaggyá, néhány nap múlva megkapta az altábornagyi kinevezését is. Császári királyi hadsereg történetében ilyen gyors karrierekről egyébként nem nagyon tudunk, és hát aztán be is teljesítette azokat a reményeket, amelyeket hozzáfűztek, hiszen amint áprilisban ténylegesen átvette a horváth báni pozíciót, azonnal megszakította az összekötetést a magyar kormányzattal, Horvátország területén ostromállapotot hirdetett ki, és megkezdte a felkészülést a Magyarország elleni fegyveres intervencióra. Mennyit tud valójában a történelemről? Tesztelje tudását a Rubikon Próba online történelmi kvízjátékban. Érdekelné, hogy mit tud a középkori magyar királyságról? Vagy a reformkor és a szabadságharc történetéről? Tudná a helyes választ, hogy melyik középkori csatában harcolt a legnagyobb magyar hadsereg? Vagy hogy mikortól lett hivatalos nyelv a magyar?
Kattintson a Rubikon Próba weboldalára, és tesztelje tudását. Rubikon-próba.com